a szép napon, ma nem más fogunk csinálni, mint el fogjuk kötni ezt a hajót, itt a kötél a kezembe, úgyhogy elkötjük, vagy hozzákötjük magunkat, és feljöttünk! Na jó helyzet, Lukasz? Semmi! Megvagy? Kikötöttük a hajónkat és a csónakot oda hátulra, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, vagy ki nem, de ez volt a régi hajónk, ez az első vitorlás, amit vásároltam, már leveszem a szemüvegemet, hát ha jobban lehet engem látni, és ezt a hajót eladtam, tehát ez nem a miénk, ez nem a miénk most már, de gondoltuk, hogy elkötjük. Mi? Lukasz, elkötjük? Nem igaziból fogjuk elkötni, még miatt valaki azt mondja, nem is kötöttétek el. Eladtam a hajót, és az illető, aki megvette, megkért, hogy vigyázzak rá, nézzek rá, azért vagyunk végül is itt. Néha-néha kijövünk, megnézzük, hogy megvan-e még, átlában mindig megvan, nem átlában mindig megvan. Itt meg szoktunk egyet állni, inni egyet, aztán néha visszük egy kört a Lukasszel. Az illető nem itt lakik. Fenn lakik Brisbane-ben, ami körülbelül egy ilyen másfél órára van innét, ugye, és az északi opár részén lakik. Nagy ritkán tud lejönni, majd egyszer azt mondta, hogy elviszi, hogy mikor, azt még ő se tudja. Úgyhogy most iszunk egyet, és utána nem más csinálunk, mint... Hajó! Ugrálunk! Elmegyünk a hajóból a túloldalra, aztán beleugrunk ilyen szajtót, jó? Ilyen bukfencet a vízbe, és ne, és mi? Nem bukfencet. Nem bukfencelünk. Te, én megpróbálok a bukfencel, hogy gyorsan iszok egyet, ami ugye megmutatom, hogy hogy néz ki. Bemenni oda nem tudunk, mert a kulcsot nem hoztam el magammal. Otthon felejtettem, meg a tulajdonos nem is tudja, hogy van hozzá kulcsom még. Úgyhogy, ahogy mutatom az esőt, onnét arra jön. Úgyhogy lehet, hogy sietnünk kell. Nézd, jött az a jettes hajó, látod, amit a múltkor mondtam nektek. Így megy körbe-körbe, és majd mindjárt puff, megfordul. Lehet, hogy nem pont előttünk, de tele van sok turistával, ahogy látjátok. Kikerül mindenkit, és átmegy mindenen. A hajó ki lehet egész jól takarítva, már eddig lerakom az italomat, ezt megmutatom neked. Látod, ilyen szép tiszta lett, ujj, te, mozog a hullámtól. Kimegyünk oda előre, és kinézünk egyet. Nem innét fogunk ugrálni erről a hajóról, eléggé mozog mostan, hallod? Ugyanis, jaj, itt is mély a víz, de itt van, látod, ki van horgonyozva, aztán itt vannak, jönnek-mennek a hajók, nem ott akarok ugrálni, ahol jönnek-mennek, ugye hátra nekünk jönnek, ott egy másik hajó is. Most nem más csinálsz, mint visszamászod a túloldalra. Aztán nem verem be a fejemet, ugyanis tegnap képzeld el, ebbe, opá, na belakadt a fejem. Annyira bevertem a fejemet, hogy nagyon fájt. Na, akkor én is megyek tovább, vagy közben megisszuk. Bejebb kéne húzni a hajót, megfordítik az italomat. Ide ki van kötve, megpróbáljuk beljebb húzni, és megpróbálunk nem beleesni. Na gyere te! Gyere! Közelebb húzzuk. Ó, gyere! Azért van súlya neki, te! Hopp, emelt a kötél! Ott jött a kötél! Na gyere! Na, ide kimenj a hajónak! De! A végén lukat csinálunk rá. Na gyere közelebb! Ó, azt mondom, addig lerakom a kamerát, hogy könnyebb legyen beleszállni. Most nem más csinálom, azt mondom, leveszem a szemüvegemet, meg a sapkámat. Készen vagy? Készen vagyok. Na, az italom. Köszi, oda rakod a szemüvegemet. Az italomat, ne, oda fel, ne legyen vizes. Ja, oda. A sapimat is oda be. Ja, a tiédet is. Aztán kimegy először, én vagy te? Te! Én, mindig én, te! De, hullámzik a víz. Na, merre ugorjunk? Arra visz minket úgyis a víz. Én leszek az első. Először egy simát ugrok, aztán utána próbálok a bukfencezni, de na? Nem. De, én legalábbis, aztán te vagy utána, mindjárt. Megyek, mindjárt. Oké. Okay. Először simát? Ja, nem, bukfencezünk. Ja. Ja. Ez egy ilyen, megmutatom, hogy milyen a béna bukfenc, jó? Oké. Okay. Ez volt a béna bukfenc. Én mondtam, hogy nem tudok ugrani. Kifáltod a kamerát! Te! Én mondtam, hogy nem tudok ugrani rendesen. Na te jössz! Hideg a víz! Eléggé hideg a víz! De viszel a víz, siessé! Mit csinálsz? Ugorjál! Na gyere, ugorjál!
Hullám a cipőn! Ne! Értünk a partra! Elvisz minket a vízsodrás! Ezért mondta, hogy vigyázni kell! És rettentő nagyon szelé a víznek! Hú! Fog, én csinálom! Gyere! Ott a csónakunk! Most kimegy el érte! Cipőd az elment, azt felejtsd el! Gyere be! Vagy ki! Na! Cipőt nem találjuk sehol se! Most, hogy elment valamerre! Úgyhogy... visszaúszok a hajóhoz. Lukács, ezt nem is csinálsz, visszaúszol már, nem? Vagy ha kijöjjek, érted? Vagy ha kijöjjek a hajóval, érted? Megyek a... Jó, várjál meg akkor. Ott a hajónk, és olyan messzire elvitt minket így hirtelen a sodrás, mint a fel, nem tudtunk egyszerűen visszaúszni a csónakhoz. Még szerencsé, hogy ki van kötve, azt nem vitte el sehova. Most tudod, mi van? Mi vagyunk a hajó töröttek. A hajón mondjuk nem törött össze, de itt vagyunk a szigeten. Ez a sziget. Na, a terv a következő. A Lukács az ott van a parton, a csónak az ott van, az áram az arra megy, és hogy innét fogok te úszni, hogy oda vigyen engem az ár. Nem az ár, hanem az ár, a víz. Na, úgyhogy, de én az a szerencs, hogy én azért jól tudok úszni. Ha nincsenek cápák. Na, menjünk! Az a baj, hogy az életmentő csekit benhagytam a hajóban. Mondjuk nem kell, hogyha nem csíp meg ilyen medúza, és vannak ilyen medúzák, hogyha megcsíp, akkor vagy megbénít egy picit, vagy rosszabb. Na, nem is vagyunk olyan messze. Ott a Lukács, azt hittem, mert olyan messzebbnek nézett ki, ha olyan mondom. Semmi, jövök. Megjött a Lukács is. Na, szervusz! Oh, mi van? Ez a víz! Ja, olyan, mint a bepős látottál volna. Mi van? Azt nem, hogy a Davis vagy. Nézd ezt! Ja, látom. Cipő nincs még meg mindig, most nem is lesz. Akkor ugrunk tovább. Ki megy? Te vagy én? Te, úszom, de tudunk menni picit ott. Hova? Oh. Arra ugrunk be. Arra felé fogunk ugrani. Na figyelj, megmutatom még egyszer, milyen a béna bukfenc. Okay. De tudod, mi a hallod? Ez a béna bukfenc. Mi a frász a béna bukfenc? A béna bukfenc az az, amikor nem csinálsz rendes szajtó bukfencet, csak ilyen bénán belemész a vízbe. Mint most, majd mindjárt én figyelj. Második próbálkozás, és utána jössz majd te, rendben van? De én nem bukfencezem. Ez már nem is volt olyan béna bukfenc, nem? Ez mi jó? Hát olyan, ma majdnem rendes bukfenc. Béna bukfenc. Egy, kettő, három! Itt jövök, ne féljél! De ne te visz már a víz, siessél! De visz a víz! Hova jöjj! Csak gyorsan! Várjál, vissza kell úszni, meg nem itt a víz. Ó, te! Béna bukfenc, az nem is bukfenc volt. Gyere, mert elvisz megint a víz. Erre gyere! Add a kezed! Ó, te! Gyere! Gyere! Na, figyeljél! Várunk, én te teszek! Ne! Béna bukfenc fáj a hátam! Ráestem, van! Figyelj, én próbálok felmondani. Oké. Jó, gyakorlunk a búvár merülésre. És a filmekben láttam, hogy a búvárok ide leülnek a hajó szélére, és figyelj, így belefordulnak. 3, 2, 1! 1, jön a nagy hullám! Várj, én akarom csinálni! 3, 2, 1! Milyen beleesett? Belekiszik. Úgy bele a seggedbe ez az ital. Na ennyi. A Lukasz elmerült. Jövök. Figyeljél, most én leszek a B-vásból az életmentő. Figyelj, jövök, én vagyok az életmentő. Na figyelj, jövök. Hát
neked legyen hajunk megint. Én vagyok az életlen. Ja. Ezt nem tudlak kiúzni. Gyere! Nem bohozkod ki. Oké. Na, a Lukasz az elúszott oda. Közben azt hiszem, hogy lassan meg kell indítani a vízpumpát, mert mutatom. Kezd a bellenni már a víz, látod? Nem hiszem, hogy ezt ki tudjuk még szivattyúzni, bár ott a végén, mert oda nézni, annyi víz van már benn. Fú, te! Lukasz, a hajók! Azta! Egy luk van ottan! Lukasz, Lukasz, a hajó! Lukasz, a hajó! Mi? Semmi! Ha egy kicsit megtöröljük magunkat, közben nézzük, hogy jön-e a felhő vagy nem. Ugyanis nem akarom, hogy megázzunk hazafelé, mert vizesek leszünk. Aztán meg fogunk fázni a végén. Lukasz kiment a lakatlan szigetre. Remélek én is megnézem. Beugrok egyet. Figyelj! Jövök! Lukasz, te elhagytad a cipődet? Mi? Miért vannak ekkora hullámok? Az enyémek elszakadt, oda nézzél! Hát mi történt a cipőmben? Én nem akarom tudni, ami történt az enyémben! Nem, mi megette a cápa? Na visszamegyük a hajóhoz, a csónakhoz, aztán elindulunk valamerre. Ugyanis ahogy mondta az estőzés meg a vihart, a vihar előtt haza szeretnénk azért még érni. Na gyere! Egy kicsit közelebb húzunk a csónakhoz. Na gyere, húzzál! 3, 2, 1... Hol a hajó? Hol a Lukasz? Mind a kettő a kérdés! Mind a kettő, le kell rakni a kamerát! Na meg vagyunk! Törököző! Rakd a fejedre! A frászba! A frászba! A frászba! A frászba megjöttünk, te! Aztán már kibohózkodtuk magunkat egyelőre. Mit nézek? Ja, befőslantottál, úgy néz ki. Te! A végén elsüllyed a hajónk. Jó, most nem más csinálunk. Megpróbáljuk beindítani. Aztán arrébb megyünk. Na, behúzzuk a horgonyt, aztán megyünk valamerre. Ott van benn, látod? Aj, te de nehéz. Leült a homoknak az aljára valószínűleg. Na gyere! Nézd, ott egy jet skit, látod? Vagy Bretté? Davis közben felébredt, hogy látjátok. Körülbelül 2 perc. Még annyi sincs, 2 perc sincsen. Én csak épp, hogy lezvanyoztam meg a Lukasz, és a Lukasz van játszik. Ja. Nem mással, mint mivel játszol? A Sims 4. A Sims 4-jel játszik. Én csinálok te mostan. Ej, ez leszek én. Nem, én csinálom a fejed homokat. Azért mondom, onnan ez nem tudom, hogy lehet látni, meg mittem, nincs is szakállam. Te, azt ja, meg ilyen tetoválásom, nem? Ja, az leszek én, gyönyörű leszek, hallod? Nem, lesz így. Na nem, nincs tetoválásom, nincs ez szak... Bár szakállom az most egy kicsi van. Na ide, ma megborotválkozom, ma nem borotválkoztam amúgy meg. És mit akartam mondani, a videók még nem jöttek vissza teljesen, ugyanis mostában ugye osztottam meg 1-2-3 videót, de majd jönnek vissza a videók rendesen is. Jelenleg úgy vannak videók, mikor van időm, és valami érdekes tudok filmezni, akkor filmezek, mikor nincs, akkor nem filmezek. Mi? De majd jönnek vissza a videók majd rendesen. Már ennyit? Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzetek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!